Idén is Kolocsára érkezik a gyerekek kedvence, a télapó. December 6-án Miklós napján városunkba látogat a Mikulás, és a hozzá ellátogató gyerekeket meglepi egy-egy kis ajándékkal is. A meglepetésért cserébe verset mondhatnak, vagy énekelhetnek is neki a csöpségek, idén új helyszínen. December 6-án érkezik a Mikulás, délután 4 órától lesz itt nálunk este 7 óráig. Itt a Sétáló utcai épületünkben, a Boltiszti Klubban tartjuk ezt a rendezvényt. Az érdekessége az, hogy a Mikulás hintóval fog ide érkezni, és a gyerekek várják, előtte énekelnek. Olyan szerencsénk van, hogy a kollégák között hárman is vannak olyanok, akik zenészek és énekesek, akik teljes műsorral készülnek a télapó, illetve a Mikulásnak a várására. De a hinton nem csak a télapó fog megérkezni, a kicsik is felülhetnek és együtt kocsikázhatnak a Mikulással. A nap támogatói az Összefogás az Állatokért és az Aura Segítő Kutya Alapítvány, így ők is készülnek meglepetéssel a gyerekeknek. Lesz itt terápiás kutya bemutató, és a gyerekeknek lehet ezeket a nagyon idomított, felkészített kutyusokat simogatni. Aztán Tünde és Emese kolléganőnk csillámtetoválást készítenek teljesen ingyenesen. Ez mindig nagyon-nagyon népszerű, és mindig hosszú sorok állnak előttük. De ezen kívül ott lesz Frederikó és Bonifác bohóc is, valamint hatalmas palacsintázásra is lehet számítani, amit ott a helyszínen, a Sétáló utcában fognak frissen készíteni a szervezők, de egy különleges lehetőséget is biztosítanak a szülőknek. Aki szeretne gyerekének, hogy itt adja át a Mikulás az ajándékot, az legyen szíves előtte napokban hozza be ide hozzánk a Szent István út, a Sétáló utca 36-38 alá, és akkor itt a Mikulás fogja ezt az ajándékot átadni a gyereknek. Aki szeretne találkozni a télapóval Kalocsán, azt a szervezők sok szeretettel várják december 6-án, kedden 4 órától a Művelődési Központban, a Voltiszti Klub épületében.